Sziasztok! Mivel ígértem nektek HDD SSD tesztet, azt most meg is kapjátok, mert eddig mind húztam, halasztottam, mert nem volt rá időm, vagy nem volt hozzá kedvem, de most lesz. Szóval szeretném lefuttatni elsősorban az AS SSD-t. Ezt a két francot kivesszük, mert nagyon sokáig tart. Itt ahogy látszik az SSD-t fogjuk tesztelni, nem a rendes Winchester-t. Tehát nyomunk is egy startot. Ez egy OCZ Agility 3-os, SATA 3-os SSD, 128 gigás, és itt vannak a sebességek, ami elvileg gyorsabb kellene legyen, de hát Istenem, ez van. Papíron persze minden gyorsabb, mint amennyit mondanak. Tehát le van állítva minden, ami használja netet, meg a hardokat, úgyhogy ez kb. Reális érték lesz. Tehát itt van az SSD érték. Futassuk le még egyszer, biztos, ami biztos alapon. Itt látszik, hogy mi a helyzet. Elfelejtettem bevenni ezt. Oké. Szóval a sebesség ugyanannyit ír körülbelül, pedig jóval többet mutat a neten, hogy mennyivel gyorsabb, de úgy tűnik, hogy ez is csak kamu. De hát ez van. Szóval ez itt van, ennyi. Kértetek tőlem After Effects megnyitását, ami jelenleg nekem nincs, de egy Premiere Pro-val tudok szolgálni. Ennek is a hatodik verziója, és ez ennyi volt. És kész. Tehát sokkal gyorsabb, mint rendes hardról. Lefuttatjuk a SATA 2-es Winchesternek is a tesztjét, ami látszik bedes is. Úgyhogy nem lesz túl nagy sebesség, gondolom. Bár azért látom, elég jól felpörög. Ami elég meglepő. Csak én ezt most veszem észre, hogy ez német, pedig angolra van állítva. Érdekes. Na mindegy. Szóval, hát rendes HDD-től se rossz ez az érték, ahhoz képest, hogy még bedes is. Ne hallik, hogy kereg is rendesek a gépben. Még nagyon korán van, mert csak 7 óra van. Szóval elnézést a fura beszédért, de hát nekem is reggel van mégis korán. Na itt úgy tűnik az olvasási sebesség azért elég gyenge. Mármint a időre lebontva, mert ez az SSD-n is nagyon gyorsan átment, ami úgy tűnik, hogy nem. Fog mutatni bot időt is, hogy milyen gyorsan bootol be a rendszer HDD-ről is, SSD-ről is. Úgyhogy amit kértetek, azt megcsináltam. Viszont ha még van valami, amit szeretnétek kérni, hagyjatok kommentet és megcsinálom, ahogy van időm rá, mert most egész január 2-ig nem nagyon lesz semmi újdonság. A Hitman videók fognak jönni minden nap délután 6 körül, 6-7 között. Más még nem tudom, meglátjuk, hogy most délelőtt mennyire lesz időm, de megpróbálok még valamiket feltenni. Hát terve van a Need for Speedről videó, erről a Future Soldier, hogy mi az a pálfasza. Most töltöm a Max Payne 3-at is, úgyhogy lehet, hogy lesznek még feltöltve videók ma, holnap után. Valószínűleg fel fogom tenni még ma, csak nem fognak publikusak lenni majd csak hétvégén, hogy azért legyen minden nap egy-két videó.
Lehet, hogy olyan Counter-Strike-ból is meglátom, milyen kedvem lesz, de mondjuk sok dolgom van ma, úgyhogy nem nagyon lesz időm játszani. De ha mégis, akkor abból is jön egy-egy multiplayer. Még nem tudom, hogy 1.6-ból vagy az újból, a Go-ból. Hát, de ez nem biztos. Dota 2-ről is kellene csináljak videót, de nem tudom, hogy hogy lesz időm. Jövő héten majd jobban fogok. Hétvégén, ha otthon leszek, nincsen csak laptopom, úgyhogy azon max ilyen kis gyenge játékokról fogok videót csinálni, ami azoknak kedvez inkább, akiknek nincs ilyen, hát úgymond jobb gépük, mint ahogy nekem is volt régen, ami, na, vagy éppen, hogy gyerekeknek kell, vagy hasonló. De ez is változó, mert nem tudom, hogy mennyire lesz időm. Mert otthon is van dolgom. Na hát, végül is még lenne itt egy olyan, hogy fent vagyok Steamen is, STB videó néven. Ha gondoljátok, feliratkozhattok, küldtettek barátkérőt, és én nagyon szívesen elfogadok mindenkit. Aztán majd lehet akár közös játék is, ha úgy tetszik, és van kedvetek, mondjuk Counter-Strike, Dota, vagy még meglátjuk, milyen játékaim lesznek még majd meg. Úgyhogy, ha gondoljátok, nyugodtan vegyetek fel, STB videó. Akinek tetszenek a videóim, azok YouTube-on is feliratkozhatnak, vagy megoszthatnak, vagy mit tudom én. Mert az jó, minél több feliratkozó van, annál jobb. Annál több kedvem van nekem is csinálni, amit csinálok. Bár én csinálom így is, úgy is. De azért csak motivál egy kicsit jobban, hogyha látom, hogy van kinek csinálni. Úgyhogy ez így van. Nem tudom, mit akartam még mondani. Hát akit érdekel, úgy igen, vettem egy új gépet, mármint összeraktam én alkatrészekből. A régit már ideje volt lecserélni, bár még az is megvan, de arra, hát azzal is tudnák csinálni dolgokat, csak ott nincsen egy normális monitorom, mert egy régi típusú monitorom van otthon, amit azzal a géppel használunk, úgyhogy ott nem tudok HD-ből felvenni semmit. Úgyhogy nagy valószínűséggel ezért nem is lesz semmilyen videó arról a gépről többet. Addig, míg nem veszek egy másik monitort, legalább HD minőségű legyen, 720p-be. Mert akkor onnan is jöhetnek ilyen mikrofonos, vagy ilyen, mit tudom én, Counter-Strike játékok, mert azért azon a gépen is mennek még a játékok elég elviselhetően. Hát úgy, ahogy eddig is látszott az eddigi videókban. Mégis minden megy szinte HD minőségben, médiumon. Nem jobban, de annyira megy. Közben itt etetem a tamagocsim, bassza meg, hogy nem tudok már beszélni. Még korán van. Tehát úgy látom, hogy azért ez a HDD-nek se rossz a sebessége ahhoz képest, hogy ez is már majd 2 éves, és még bedes is mellette. Úgyhogy elég jó. De annyi, hogy ez a sebesség az válaszidő, az ilyesmi, ez elég gyengus. De most nem lehet minden tökéletes. Na hát, ha vannak kéréseitek, hogy még mit szeretnétek látni, azt nyugodtan leírhatjátok, és megpróbálom teljesíteni. Nem tudom, hogy milyen gyorsan, mert most, ja, és belegondolok, hogy egyetemre is lenne egy csomó
Tehát rengeteg projektem lenne, több tantárgyból is, amire van körülbelül 2 hetem, hogy megcsináljam, mert jön a vizsgai időszak, és le kell adjam őket. És én még neki se kezdtem egynek se. Hát elég szűkösen állok idővel. A munkahelyemen is van dolgom éppen elég. Nem tudom, hogy mennyire lesz idő, mert azt tudni kell, hogy én reggel elmegyek itthonról, és körülbelül este 9-kor érek haza. Hát a reggelt azt olyan reggel 6-kor gondoljátok, és este 9 körül érek haza a legjobb esetben. Utána meg inkább a barátnőmmel foglalkozok, úgyhogy videó se nagyon lesz már abban az időben, mert nem lesz rá időm. Hát lenni lesz, csak nem ennyi. Hétvégén meg persze hazamegyek, ez a számítógép pedig itt marad, úgyhogy ilyen minőségben nem lehet videózni. Tehát majd megpróbálok péntek délelőttönként, amit tudok, megcsinálok. És akkor szépen feltöltöm őket. Aztán ez lesz. Sajnos nincs több időm. De ez van. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert az jó lenne. Nézzétek a videóim. Most van új dizájn is, ami elég. Tehát nem elég, mert nekem nagyon tetszik. Chromaxnak köszönhetem, Chrisman HD-nak, mert ő csinálta, amit ezúton is szeretnék neki megköszönni. És nézzétek a videóim, ha tetszik, lájkoljátok, osszátok esetleg meg. Terve van véve egy weboldal készítése is, csak mivel erre sincs időm, így az is csúszik, pedig már azt mondtam, hogy készen szeretném, hogy legyen. De hát ami késik nem múlik, egyszer készen lesz. Hát igen, nem tudom, miről kellene még beszélnem. Azt hiszem, hogy ennyi lesz. Tehát jó lassú ez a hard. Mondjuk maga a sebesség nem rossz, de máskülönben lassú. Most nem tudom, hogyha összetudom-e rakni a videókat, hogy a boot idő meg ezeket a desktop felvételeket összetudom-e vágni rendesen, hogy legyen hang, mert valamiért nem sikerült a két másik videónál, így muszáj volt külön feltegyem őket. Hát megpróbálom összevágni, ha összejön, akkor egybe kerül fel, ha nem, akkor felkerül külön-külön, mert más választásom nincs, mert inkább mint hogy rossz legyen a minőség, a hangminőség, vagy hogy ne lehessen érteni semmit, mint eddig volt, akkor inkább felteszem külön, és úgy is megtaláljátok. Egymás után fogom őket feltölteni, szóval nincs olyan, hogy nem lesz meg. Jó lenne most már, hogyha végig menne ez, mert dolgom is lenne. És már így is elég sokáig tart. Nem tudom, miről beszélhetnék még, amit eddig nem mondtam el. Jó lassan megy. Az előző videó a rendes HDD tesztről, amit lehet, hogy nem fogok már betenni. Mert ha ez itt van, mind a kettőt lefuttattam, akkor úgyis tudjátok nagyjából, hogy milyen sebességek vannak. Annyi biztos, hogy a másik hardnak, amiről csináltam először videót, az is SATA 2-es volt, csak az már egy 6 éves hard volt. Annak a sebessége nem volt ilyen jó, de viszont nem volt bedes, ahhoz képest, hogy 6 éves. Ez a Western Digital
ez látom már bedes, pedig alig van egy éves. Az egy 6 éves Seagate volt, és nem bedes egyáltalán, és az állandóan rendszer HD volt, és hát nem csak az, mert azon voltak a zeneim, képek, meg sokszor filmek is, mert volt egy 200 gigás partíció filmekkel. Ez pedig, ez egy darab partíció, és az is bedes. Érdekes. És akkor mindenki szír engem, hogy miért Seagate-et veszek, mikor a Western Digital milyen jó. Hát kurva jó bazd meg. Egy év alatt van 63 kábed. Az pedig 6 év, több mint 6 éve, most már inkább 7 éve mondanám. Egy 500 gigás, lassabb is, mint ez statisztikailag, és még sincs egy kiló becse rajta. Úgyhogy köszönöm szépen, maradok a Seagate-nél ezután is. Majd még jó lenne, vagyis terve van véve még egy-két hard vásárlásra legalább egy 500 gigást, mert a videókat jó lenne külön hardra rögzíteni, mert tudjuk, hogy ez eléggé eszi a hardokat, úgyhogy nem szeretnék egy 2 terás hardot majd idővel eldobni, mert szarrá megy. Valahogy egy 500 gigást jobban, könnyebben, boldogabban eldobom. Hát boldogan nem mondjuk, mert akárhogy is, de az is pénz. Szóval majd az is lesz egyszer, ha minden jól megy. Ha nem, akkor tévedtünk. Itt van a gépem adatai. A régi gépem statisztikáját kivettem, mert most arra úgy sincs már szükség. Arról nem nagyon lesznek videóim. Azokat csak otthon használom. Azokat, azt. Nagyon korán van, még tudjátok-e. Kövessetek Twitteren is. STB videó. Követettek a saját Twitteremen is. Az Salánki. Akár Facebookon is követhettek. Ugyanúgy slash STB videó. Arra most nem megyek fel, mert nem szeretném, ha mindenki látná a rendes nevemet is. Úgyhogy itt, de kerül ki, ahogy felkerül YouTube-ra valami, ide azonnal posztolódik Twitterre. Twitterről pedig automatikusan megy tovább Facebookra. Úgyhogy ha ezt itten figyelitek, vagy a Facebookot, akkor ott találjátok meg a leggyorsabban a videókat. Mivel a YouTube, mint tudjuk, eléggé elbaszta úgymond az egész hírfolyamos szarságot, mert épp azt mutatja, amit nem kell. És százszor kell kattintani, egy, míg megtalálod azt, hogy a feliratkoz, akikhez fel vagy iratkozva, hogy hova kerül ki a videó, vagy mikor kerül ki egy videó. És ezt sokan gondolom nem teszik meg, mert vagy nincs kedvük hozzá, vagy nincs idejük, vagy csak egyszerűen nem érdekli őket. De mi az apád? De ezért lenne jó, ha feliratkoznátok ide, erre a Twitterre el se kell fogadjam, mert mindenkit elfogad automatikusan, nincs megerősítés. Viszont itt tényleg hamar látjátok. Akinek nincs Twittere és nem akar vele foglalkozni, az feliratkozik a Facebook csatornámra, van link minden videó alatt. És az akár itt van Facebook linkem is, Twitter címem is. Nyugodtan lehet nézni a videókat. Mint látjátok, Hitman videóból már van feltöltve egy pár rész. Mert mint mondom, nincsen, hétvégén nem tudok feltölteni semmit. Tehát semmi jobb játékról videót. Úgyhogy ez van.
végzett ez még, de végzett. Na hát ennyi lenne. Hát, mint látjuk, ez a Zugriff Szájzet, nem tudok német, vagy egy kukot se. Ez nagyon lassú, de mint maga írás-olvasás sebesség, az elég frankó ahhoz képest, hogy szimpla S vagy HDD. Na jól van, hát ennyit akartam végül is. Köszönöm a figyelmet, nézzétek a videóim tovább, iratkozzatok fel, osszátok meg őket, lájkoljátok, ha tetszik. További kellemes napot. Sziasztok!